Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője több részletet is elárult a gyermekvédelmi törvények szigorításáról. Tarolt a két farkú kutyapárt az előválasztáson, a pártelnök csaknem 1000-rel több szavazatot szerzett, mint két kihívója együtt. És Irán drónokkal és rakétákkal támadta Izraelt, korábban erre nem volt példa. Orbán Viktor utasította a belügyminisztert és a terrorelhárítást. Kocsis Máté, tegnap este a Hír TV-ben több részletet is elárult az előkészítés alatt álló gyermekvédelmi szigorításokat tartalmazó javaslatcsomagból, írja az Index. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, az előkészítő munka során azt tapasztalták, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszerben résztvevők néhány esetben nem jelzik az általuk észlelt bántalmazásokat. A tervek szerint ez a jövőben, idézzük a politikust, büntetőjogilag szankcionálva lesz. Olyan nincs, hogy valaki észleli a gyermekbántalmazást, de nem jelzi a hatóságoknak. A javaslatok közé tartozik, hogy a szülők az internetszolgáltatóknál korlátozni tudják a gyerekek számára elérhető oldalakat. A pedofil bűnelkövetésre vonatkozó szabályokat is módosíthatják, Kocsis Máté azt mondta, ilyen ügyben nincs kegyelem. Az elévülési időt és az erkölcsi bizonyítványt elfelejthetik a pedofil bűnelkövetők. Hozzátette, az állam nem fogja megengedni, hogy tiszta lappal indulhassanak. Az előrehozott választás kiharcolásán fog dolgozni a DK-MSZP párbeszéd szövetség az önkormányzati és EP választások után. Erről Dobrev Klára beszélt tegnap a DK kongresszusán. Sokfélék vagyunk, de összeköt minket az a cél, hogy Magyarországon véget vessünk az Orbán rendszernek. Mi nem kiegyezni akarunk, hanem megküzdeni akarunk. Nem holmi kormányváltást akarunk, hanem az egész Orbán rendszerét akarjuk leváltani. Orbán bukását akarjuk. Ez összeköt minket. Ez volt a fő üzenete a DK-MSZP párbeszéd szövetség EP lista vezetőjének a DK kongresszusán. Dobrev Klára szerint ma ők jelentik a reményt, megalapozott programmal készültek. Hozzátette, mivel a Fidesz a legnagyobb megélhetési válságba sodorta az országot, június 9-e után a legfontosabb céljuk az lesz, hogy kiharcolják az előrehozott választást. Elrohad ez a narancs is nem sokára, mert régóta erjed belülről, és egyre több muslinca lejti részek táncát penész virágos héja körül. A mi hármas szövetségünk dolga, hogy mutasson egy másik utat, egy zöld baloldali utat Magyarország számára. Tüttő Kata 5 pontját ismertette a rendezvényen. Tenni szeretne a nőkért, bent szeretné tartani hazánkat az EU-ban, szociális Európáért dolgozna, erősíteni a közösségeket, az önkormányzatokat és az uniós forrásokat hozná haza. Karácsony Gergely pedig regnáló főpolgármesterként arról beszélt, hogy senki nem ültetett annyi fát, mint ők, senki nem cserélt le annyi buszt, trollit, villamost, mint ők, és senki nem sorolt át építési területeket természetvédelmi területekké. Az elmúlt 5 évben 70%-kal emeltük a béreket. Persze tudjuk, hogy az infláció majdnem közel volt ehhez, de büszke vagyok arra, hogy úgy éltük túl a válságot, hogy erősebb közszolgáltatásokkal és megbecsült munkavállalókkal jöttünk ki belőle. Mi nem az idehozott külföldi munkavállalókra építjük Budapest közszolgáltatásait és gazdaságát, hanem a megbecsült budapesti munkavállalókra. A Republikon Alapítvány kuratórium elnöke szerint a DK-MSZP párbeszéd szövetség jobban működhet majd, mint a 2022-es kényszerkoalíció, és így tartósabb is lehet majd. Ez most egy kifejezetten a baloldali szociáldemokrata alternatív zöld szavazókra fókuszál ez az összefogás. Ez egy ebben az értelemben egy könnyebb helyzet, hiszen értékalapú az összefogás. Abban az értelemben is könnyebb helyzet, hogy itt a DK és az MSZP esetében tulajdonképpen egy a 2010-es évek elején szétesett társaságnak az újból egymásra találását is láthatjuk. Hogy aztán ez mennyire működik, van-e köztük megfelelő munkamegosztás, mennyire egymás eltaposásán, első a DK-ra gondolok, vagy inkább az együttműködésen, mert érdekeltek a felek, ezt meglátjuk az elkövetkező 2 hónapban. Horn Gábor hozzátette, az előrehozott választás feltételét nem látja. Az pedig politikai óvatosságnak nevezte, hogy Magyar Péterről nem esett szó a rendezvényen.
Időutazás volt, egy térugrás egy alternatív valóságba. Így értékelte a Facebookon Ungár Péter a DK-MSZP párbeszéd közös rendezvényét. Az LMP társelnöke szerint, aki őszintén, röhögés nélkül tudja azt mondani, hogy a júniusi LP választáson előrehozott választásokat tud kikényszeríteni, az hamis reményt árul az ellenzéki szavazóknak, ami súlyos hiba. A politikus hangsúlyozta, ha a történelmi vereség után 2 évvel pontosan ugyanazzal a taktikával jön elő az összefogás, mint akkor, az a múlt politikája lesz, és ugyanúgy megbukik, mint 2022-ben. Ez pedig joggal okoz dühöt és csalódottságot a szavazókban, fogalmazott Ungár Péter. Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke nyerte a 12. kerületben megtartott ellenzéki előválasztást a civil Visi Piroskával és a Momentumos Farkas Csabával szemben, közölte a Telex. Kovács Gergely 3829, míg Visi Piroska 1276, Farkas Csaba pedig 1161 szavazatot kapott. Ez azt jelenti, hogy Kovács Gergely lesz a kormánypárti Fonti Krisztina kihívója június 9-én, valamint a 12 egyéni önkormányzati választókerületből 8-ban a Kétfarkú Kutyapárt állíthat jelöltet. Kovács Gergely és Fonti Krisztina mellett még szerepelhet a szavazólapokon Binder Csaba, a Mi Hazánk, illetve Kendernai János, az LMP jelöltje. Átmenetileg bezár a szülészet a Keszthelyi Kórházban, de az intézmény az okokról nem ad tájékoztatást. Csak azt közölték a honlapjukon, hogy hová mehetnek szülni a kismamák, amíg náluk nem lehet. A DK egészségügyi árnyékminisztere szerint rendszer szintű a probléma, ami lassan végig söpör az egész országon. Most még érkezhetnek kismamák a Keszthelyi Kórházba, de pár nap múlva ez már nem így lesz. Április 19-től, vagyis jövő hét péntektől átmenetileg bezár az intézmény szülészete, és ugyan a járóbeteg ellátást és az egynapos beavatkozásokat változatlanul biztosítják majd, a leendő édesanyák Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Ajkán vagy Kaposváron hozhatják világra gyermeküket. A bezárás tényéről a kórház honlapján tájékoztatják a pacienseket, az okokról azonban nem. Közleményüket azzal zárják, a Keszthelyi Kórház vezetése az irányító kórházzal együttműködve mindent megtesz azért, hogy az aktív szülészet, nőgyógyászati betegellátás a lehető legrövidebb időn belül helyben váljon elérhetővé. Rékasi Balázs egészségügyi menedzser úgy látja, a szülészet egy érdekes terület, hiszen annó itt volt a legtöbb hálapénz. De mióta azt betiltották, a szakember szerint a szülészeknek nem igazán éri meg szülést vezetni, inkább a terhes gondozással, nőgyógyászati dolgokkal foglalkoznak. Másrésztről megnőtt a magánszektor, nagyon sok szülésznőgyógyászt szívvel a magán egészségügyi ellátás. Ezért is van az, hogy nagyon sok szülész otthagyta az állami kórházi ellátást. Régebben a paraszolvencia kár pótolta őket azért, hogy szombaton mondjuk éjjel felébresztették telefonnal, és mennie kell lehet beszülni. Szintén megmondva, ez a motiváció nincsen számára semmilyen módon kárpótolva, hiszen egy fix fizetést kap. A DK egészségügyi árnyékminisztere a rendszer szintű problémákról beszélt híradónak, ami szerinte végig söpör az egész országon, és hogy melyik kórház mikor kerül olyan helyzetbe, mint most a Keszthelyi, az csak szerencse kérdése. Van, amikor nincs elég szakember, nincs elég szakorvos, van, amikor nincs szakdolgozó, van, amikor éppen a műtő személyzetében nem tudják kiállítani napi 24 órába a műtőstímet, és ilyenkor a beteg érdekében az a jó megoldás, hogyha másik kórházba átviszik a beteget, na de előbb-utóbb már ez körbejár az országba. Én úgy gondolom, hogy le kellene ülni a szakmával most már beszélni, olyan béremelést adni a szakdolgozóknak, ami ott tartja őket a pályán, illetve a fiatalokat odavonza a pályára. Kunet Zsombor Facebook oldalán osztott meg egy általa írt átfogó egészségügyi programot a főpolgármester jelöltek számára, ugyanis szerinte az nem igaz, hogy Budapest nem tud érdemben tenni az egészségügyi ellátás minőségéért. Budapesten majdnem minden kerületben vannak szakrendelők. Úgy kezeljük, mint a piacokat, csak az egyik piacon krumplit lehet vásárolni, a másik piacon paradicsomot, és a harmadikban lehet például paprikát vásárolni. Tehát ezeket a szakrendelőket is össze lehet vonni, ahol nagyobb centrumú járóbetegellátást és egynapos ellátást lehet biztosítani. Kerestük a belügyminisztériumot, amint válaszolnak kérdéseinkre, közöljük.
közvetlen katonai támadást intézett Irán szombat éjjel Izrael ellen, most először a történelemben. Az iszlám köztársaság több mint 300 harci drónt, illetve ballisztikus és cirkáló rakétát lőtt ki a zsidó államra. Izraeli közlések szerint a lövedékek 99%-át sikerült megsemmisíteni. Irán a légitámadást válasznak szánta arra, hogy április 1-én lebombázták a damaszkuszi konzulátusát, és meghalt a forradalmi gárda egyik legmagasabb rangú parancsnoka. Dél-Izraelben élő beduinok találtak rá egy iráni rakéta roncsaira vasárnap reggel. Rengeteg rakétát láttunk az égen, ez a darab éjjel 1:30-kor esett le. Fogtuk a gyerekeket és vittük az óvóhelyre a közeli Arad városába, mert itt a sivatagban nincs hová bújni, mondta ez a beduin. Izrael szerte 5 órán át szóltak a légvédelmi szirénák, de voltak, akik ügyet sem vetettek rá. Hallottuk, hogy Irán támadást intézett ellenünk, de nem félünk, mert az utóbbi 6 hónapban így zajlik az élet. Mindenképpen meg akarjuk ünnepelni egy barátunk születésnapját, mondta ez a Tel Avivi egyetemista. Az iszlám köztársaság százával lőtte ki Izraelre a rakétákat és a drónokat. Jemen, Szíria és Irak területéről is támadták a zsidó államot. Elsősorban a katonai támaszpontokat, repülőtereket vették célba, de nem sok sikerrel. Az izraeli légvédelem ugyanis, amelyet a világon a legjobbnak tartanak, amerikai, brit, francia és jordániai segédlettel a lövedékek döntő többségét megsemmisítette. Tonight, Iran launched... Irán ma éjjel nagyszabású koordinált támadást intézett Izrael ellen. Szövetségeseinkkel együttműködésben több száz lövedéket semmisítettünk meg Izrael határain kívül. Néhány iráni lövedék azonban izraeli területen esett le. Kisebb károk keletkeztek egy katonai bázison, és egy kislány megsebesült, mondta az izraeli hadsereg a Cahal szóvivője a televízióban. Az izraeli háborús kabinet összeült. Az első számú izraeli vezető vízhelyzeti repülőgépe levegőbe emelkedett. Az amerikai elnök megszakította Delaware-i vakációját, és visszatért Washingtonba, ahol a Nemzetbiztonsági Tanács tagjaival értekezett. Joe Biden kijelentette, hogy az Egyesült Államok Izrael mellett áll. Kiszivárgott hírek szerint azonban az elnök attól tart, hogy Izrael belerántja Washingtont egy nagyobb konfliktusba. A zsidó állam elleni légitámadást elítélték a világ vezetői, köztük az ENSZ főtitkára és az Európai Unió külügyi főképviselője. Teheránban az emberek az utcán ünnepelték a zsidó állam elleni támadást. Dudáltak, zászlókat lengettek, és többen azt skandálták, hogy halál Izraelre. Irán tulajdonképpen kudarcot vallott a drón és rakéta támadásával, emelték ki a Híradónk által megkérdezett biztonságpolitikai szakértők. Szerintük akkor lehetett volna veszélyesebb a támadás, ha Izrael északi határán a Hezbollah sokkal nagyobb intenzitással támadja párhuzamosan Izraelt. A zsidó állam légvédelmi rendszere akkor hibázik, ha 3000 feletti rakétát vagy drónt kell semlegesíteni. A szakértők szerint a kérdés az, hogy mit lép Izrael. Közben Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a védelmi tanácsot. Irán példanélküli támadást indított szombat este Izrael ellen. Eddig ugyanis a perzsa állam csak az általa támogatott milíciákon keresztül mért csapásokat a zsidó államra. Az izraeli hadsereg közölte, hogy a több mint 300 lövedék 99%-át semlegesítették. Ami miatt sikeres volt ez, ugye egyrészt az Iron Dome vaskupola rendszer, illetve az úgynevezett előretolt védelem, amit most alkalmazott Izrael, hogy több arab ország is felajánlotta a légterét, tehát már ott is repülőgépekkel tudtak csapásokat mérni a drónokra, illetve nem csak az Iron Dome, a Patriot rendszer segítette ezt, hanem van egy TED nevezetű rakéta védelmi rendszer, ami 3000 kilométeren már felderíti, hogy honnan indították a rakétát, és úgymond végfázisban az utolsó 200 kilométeren semmisíti ezt meg. A katonai szakértő hozzátette, Irán jelenleg a 15-20%-át használta el képességeinek, főleg az interkontinentális ballisztikus rakéták vonatkozásában. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az arab világ vagy a muszlim világ egyáltalán nem lelkesedett azért, hogy tovább eszkalálódik a háború, tekintettel arra, hogy a környező országok valamennyire számára egy regionális konfliktus az borzasztó terhet, problémát jelent, azzal a veszéllyel, hogy ő maga is gyakorlatilag bele
hát kerülhet, vagy belekeveredhet ebbe a konfliktusba. A nagy kérdés most ugyanakkor az, hogy Izrael mit lép. Az iráni-izraeli háború a Híradónk által megkérdezett Izraelben élő biztonságpolitikai szakértő szerint nem most kezdődött, hanem október 7-én. Most csak lehullott a lepel, hogy valójában a perzsa állam áll a közel-keleti feszültség mögött. A cél lehet egyfajta ilyen fausti egyezményt kötni az amerikaiakkal, hogy Teherán Rafahér. Tehát mi nem támadjuk meg Teheránt, ugyanakkor szabad kezet kapunk Rafahban. Ez lehet az egyik ilyen dolog. A másik dolog, összekapcsolni ezt a dolgot a libanoni rendezéssel. Ott is van 100 000 izraeli állampolgár, akik ki lettek telepítve, és meg kell oldani a problémáját. A harmadik lehetőség pedig a szakértő szerint egy közvetlen támadás lehet Irán ellen. Közben Orbán Viktor vasárnap délutánra összehívta a védelmi tanácsot. A miniszterelnök szerint a közel-keleti konfliktus kiterjedése veszélyt jelent a világ és így Magyarország biztonságára is. Szijjártó Péter pedig telefonon egyeztetett izraeli kollégájával, akit biztosított Magyarország szolidaritásáról. Magyarország határozottan elítéli az Izrael ellen indított támadást. Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is. Hozzátette, a jelenlegi információk szerint az Izraelben élő vagy ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak. A védelmi tanács ülése után Orbán Viktor a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben összefoglalta a kormány lépéseit a fokozódó nemzetközi háborús helyzetre reagálva. A miniszterelnök azt mondta, hogy elítélik a támadást, ami azzal fenyeget, hogy államközi háború dúlja fel az egész Közel-Keletet. Ez pedig súlyos fenyegetést jelent az egész világra, benne Magyarországra is. Orbán Viktor utasítást adott a belügyminiszternek és a terrorelhárítás vezetőinek, hogy garantálják a magyar emberek biztonságát. Kedden pedig Brüsszelbe utazik, ahol az európai vezetőkkel áttekintik a kialakult háborús helyzetet. Szerdán bruttó 2 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolajért viszont nem kérnek többet, írja a holtankoljak.hu. A hét közepétől a 95-ös benzin átlagára 643 forint, míg a gázolajé 653 forint lesz. A portál szerint a közel-keleti események hatására komoly esély van a további drágulásra. A hosszabb távú következmények attól is függenek majd, hogy Izrael és a Nyugat milyen válaszlépéssel reagál az iráni támadásra. Idén akár egy hónappal korábban már augusztusban indulhat a szüret Baranyában. Annyival melegebb lett az idő az utóbbi években, hogy felgyorsult a szőlő érési folyamata. A gazdák szerint az enyhe tél a fertőzéseknek is kedvezett, így hamarabb el kellett kezdeniük a védekezést. Ez a villányi borász néhány éve kezdte el a szőlőkarókon mérni, hogy éppen hogy áll a tavaszi szőlőhajtás. A mérce most egyértelműen azt mutatja, hogy idén jó egy hónappal érettebb már a szőlő, mint korábban. Egészen közel vagyunk a tavalyi év május 21-i dátumhoz képest. Ez gyakorlatilag akkor 2 nap alatt nőtt ennyit a szőlő, úgyhogy 3 héttel nyugodt szíve mondhatjuk, hogy korábbi az idei évjárat, ahol most tartunk, de akár helyenként lehet még ennél több is. A pécsi borvidéken is a nyári meleggel küzdenek a borászok. A hirtelen jött jó idő és az enyhe tél ugyanis kedvezett a szőlők legnagyobb ellenségének, a gombáknak is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazdáknak a megszokottnál jóval korábban el kellett kezdeniük a védekezést. Sajnos a gombabetegségeknek a spórái át tudnak telelni. És pont ez a fő probléma jelenleg is. Ezek az úgynevezett micéliumok, ezek át tudtak telelni az enyhe télen a rügyekben, és a hajtásokkal együtt kifejlődnek. És hát hál' Isten az én ültetvényemben még nem, de más ültetvényekben már megtalálták az első úgynevezett zászlós hajtásokat, amik azt mutatják, hogy ezek már meg vannak fertőződve lisztharmattal. A borászok azt állítják, hogy a szőlő vegetációja nagyjából egy hónappal előrébb van, ami azt jelenti, hogy a szőlőföldeken jelenleg most május közepe van. Azt azonban egyik szőlész borász sem merte kijelenteni, hogy szeptember helyett most augusztusban lehet esetleg a szüret. Szalai Péter riportját látták itt az ATV Híradóban.
A híradó után folytatódik a fórum, a témajavaslatokat már is mondja Szlazsánszky Ferenc. Szervusz, Feri. Szervusz, Anna, köszöntöm a kedves nézőket, a délelőttieket tartom most is fontosnak. Két választás kampánya is elindult, európai parlament, illetve önkormányzati választás, aztán Magyar Péter pártja én már jogerősen indulhat ezeken a választásokon, de beszélhetünk az izraeli konfliktusról is, vagy bármi egyébről. Köszönöm szépen, Feri. Most tehát folytatódik a fórum, híradóval pedig legközelebb 17:25-kor Gesztesi Máté várja önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket. Szép napot, viszontlátásra!